Köszöntök mindenkit, következik a Besiktas Ferencváros Elbajnokok Ligája selejtező mérkőzés innen Törökországból. Nagy a tét, hiszen ezúttal is az Elbajnokok Ligája csoportköréért száll szembe a Fradi egy ellenféle. Ezúttal a török Besiktas lesz majd a Fradi ellenfele az EBL csoportköréért, amelyet az elmúlt három idényben egyaránt kiharcolt nálunk a Fradi. Úgyhogy bízunk benne, hogy most is szurkoltunk egy magyar csapatnak az EBL főtábláján. A csapatok már felsorakoztak a BL himnuszhoz, és utána pedig következett az első mérkőzés. Besiktas Ferencváros, tehát Elbajnokok Ligája rájátszás. Ugye most az elkövetkezendő két hétben mindegyik napon mutatunk majd egy meccset. Természetesen ennek a visszavágója kerül majd képernyőre, illetve az odavágók közül majd ezúttal ezen a héten még a Dinamo Kijev Porto mérkőzést fogjuk közvetíteni, ami az EBL-t illeti lesz majd Európa Liga és Konferencia Liga, és ahhoz szintén szurkolhatunk majd magyar csapatokért. Most viszont nézzük először a Besiktas kezdőjét a mai mérkőzésre. Destanoglu védi, Yilmaz, Montero, Vida és Rozier a védelemben, Hutchinson, Dele Alli és Özekup a középpályán, elő pedig Larin, Jalcin, illetve Jezzal szerepelnek, így elfeltelt a Besiktas. Ami a Ferencvárost illeti, természetesen a kapuban Dibusz, ez nem is volt kérdés a mérkőzés előtt sem. A kapuban vagy a védelemben ott lesz majd Botka és Szemimájé középen, Pászka Vingó a két szélen, Lajduni Vécsői a középpályán, Zakariasen pedig majd a Tokmak Rájemájé Traoré hármas mögött kezd. Ez tehát a Ferencváros kezdő 11-je a mai mérkőzésre, és akkor pillanatokon belül indulhat is a találkozó, amelyet a magyar bajnok kezd majd. A Besiktas otthonában tehát elkezdődik az Elbajnokok Ligája idei szezonja a selejtezőkkel, aztán természetesen jön a csoportkör, hogy a Ferencvárossal vagy a Ferencváros nélkül, az majd ugye kiderül. Ugye ennek a párharcnak a vesztese majd az Európa Ligában folytatja a csoportkörben. Ugye a Fehérvár ellenfele majd a Helsinki, a Puskás Akadémiájé pedig a Fenerbahce lesz majd az E-konferencia ligában csütörtökön az odavágókon. Yilmazé a labda, és Lajduni lépett jól oda, dobhat majd a Besiktas együttese Yilmaz révén Larin mellett teszi tovább egyből, hát Hutchinson, Lajduni szerzi meg a labdát, és ez jónak tűnik, Lajduni. Ott van még a lehetőség, Tokmak megszerzi a labdát, Tokmak, jó az, Ryan már élő gól! Így kell kezdeni, vezet a Ferencváros a 8. percben már Törökországban. Ryan Maé góljával. Tokmak adott egy remek paszt, és már is megvan a vezetés és az előny a Ferencvárosnak. Itt ez a rossz labdátvétel is kulcs, meg Tokmak labdaszerzése, letámadása, és Ryan Maé befejezi góllal ezt az akciót. Vezet tehát már a 8. percben a Ferencváros, az alaphangja megvan ennek a párharcnak. Hutchinson, de hát még nagyon sok van hátra a legvégéig. De a kezdés az nagyon jó. Larin. Hutchinson. Jövő hét szerdán lesz majd a visszavágója ennek a párharcnak. Hutchinson. Yilmaz. Larin tovább, Jalcinnak. Lajduni. Oha! Még mindig ott van. Máé mentene, Vécsei. Pászka, azért hátul nem szabad elkövetni hibákat. Pászka jól megy el, és emeli fel aztán a labdát, ezt kifejlik a törökök. Hutchinson. Nem, ez lesz az egyetlen magyar-török párharc itt az Európai Kupaporondon a héten, hiszen, mint mondtam, csütörtökön az E-konferencia ligában a Szalai Attiláék játszanak majd a Puskás ellen. Larin helyzetben közben. Larin be is teszi középre, ott van még a helyzet, vigyázzunk, lepattan a labda, Dibusz esik el, és ott az egyenlítés, igen. De Lali kotorta be közelről a labdát, egy nagyon balszerencsés góllal egyenlít a Besiktas a 18. percben. Az első, ezt nem is mondom, hogy komolyabb helyzetével egyenlít a Besiktas, mert ezt egyébként meg kellett volna jól oldani. A Dibusz elesik Botkában, és így tudja berúgni Ali. Hát éppen, hogy volt helye ott a labdának beférni, de Ali berúgta. A korábbi angol válogatott játékos, Tottenham volt futballistája, ő szerzi az egyenlítő gólt. Maé, messziről lő, Ryan Maé,
Nem kapufa lett, kitolta ezt a kapust, de nagyon veszélyes volt. A semmiből került helyzetbe most Ryan Mahé, és a Ferencváros is. Szemi Mahé veszi át a labdát, Szemi Mahé lőhet! Becsúszott. Hát a Mahé testvérek egyelőre a legveszélyesebbek kapura. De gyorsan visszaszerezhettük volna a vezetést. Rozier. Hát igen, nagyon bosszantó volt azért ez a gól, amit most kapott a Ferencváros. Ezt félig meddig ajándékba adtuk a Besiktasnak. Rozier. Nyilván a világ nem dőlt össze, idő még bőven van, és az 1-1 sem rossz eredmény idegenben a Besiktas ellen. De bosszant, hogy ilyen góllal egyenlítettek ki a törökök. Tokmak, hosszú labda Zakariasennek, ez Destanoglu-é, akinek most az előbb volt egy óriási bravúrja Mahé távoli lövésénél. Montero, Hutchinson, ez Jakub. Ugye tavaly a holland Feyenoordot ejtette ki a Ferencváros az EBL playoff körében, azt megelőzően a Dinamo Kijevet, akiket majd holnap a Porto ellen láthatunk, azt megelőzően pedig a Benficát, akkor mondjuk a Ferencváros nálunk az EBL döntőjéig meg sem állt, a következő két idényben csoportkörben kiesett, szóval hát így néz ki egyelőre ez a sorminta, és a Besiktas ellen is ki kéne harcolni itt a továbbítást, miközben jön egy fejes, ami bőven elkerüli a kaput Jácsintól, Dibusz. Pászka, jól veszi át a labdát, szépen tartja meg Pászka, aztán elpasszolta, ez Jakub, Dzsezzál, ez Jakub, Dele Alli megy el, Alli még, nem támadjuk meg, Alli belelövi Botkába, és Botka aztán hátra Dibuszhoz. Igen, azért Dele Allival is vigyázni kell, egyszer már beköszön nekünk, noha nem élete legnagyobb villanása volt az Szemi Mahé. Nagyon mozdulatta a gólt szerzett, vagy ami a szituációban a gólt szerzett. Szemi Mahé csúszik el, és Wingo is, ez baj, ez Jakub hozzá, és lövi el, ez Jakub. Dibusz. Az első védése a meccsön. Vécsei hiba. Botka. Sikerült neki kijavítani a Dele Alli. Felrúgni sem tudja Pászka, Botka mellett is tovább viszi el, és gólt lő. Megfordítja a mérkőzést a Besiktas. 2-1 a törököknek a 42. percben, Dele Alli dupla. Ez már nagyobb gól volt azért, mint az előző tőle. Ráadásul többet is ér a Besiktasnak. Itt Pászkával szemben el tud menni, Botka sem tudja szerelni, és Dibusz rajta van a lövésen, de így is bemegy. Ebben egy picit talán benne volt Dibusz is, vagy hát nem lett volna azért annyira védhetetlen lövés, véleményem szerint. De Dele Alli gólt lőtt magának már a másodikat, 2-1 a Besiktas javára, 44. percben már így Botka. Még az első fél időben tudnak fordítani. Vécsei, Lajduni. De hát, ha még a szünet előtt összejött az egyenlítés, Traoré. Elveszítik a labdát, és ezzel lesz vége az első fél időnek. Besiktas, Ferencváros 2-1. Traoré helyett érkezett Marquinhos, illetve pályán Boli is itt a folytatásban. Elkezdődött a második fél idő a Besiktas Ferencváros bajnokok ligája selejtező mérkőzésen. 2-1-re vezet a török együttes, tehát az első negyedén túl ennek a párharcnak. Akkor nézzük a folytatást. Larin kap labdát a szélén és indul el befelé. Larin még Mahét is ott hagyja. Larin, és jó lenne a szerelés, de még mindig ott van, ez Jakub. Botka meg kirúgja. Szöglet. A Besiktasnak. Dzsezzál végzi majd el az 53. percben. Dzsezzál. Ez Jakubbal. Ez Jakub vissza. Montero beközépre, Jálcsin. Jácsi leteszi, Vidá, és remek szerelés Essity-től. Fordulhat ezzel a Ferencváros. Tokmak, rossz labda sajnos. Jácsin át a másik oldalra, Larin, Szemi Mahéval szemben, Larin vissza, Hutchinson. Essity mellett, beközépre, és aztán Botka jól oldotta meg, és Essity aztán, aki indíthat. Montero az Jakubhoz. Yilmaz. Hutchinson. Visszateszi Larinnak. Larin, ott a lehetőség. Jácsin előtt, Dibusz véd óriási. Szemi Mahé rossz helyre, Dibusz megint. Na most Szemi Mahé reméljük jó helyre fogja elrugni. Bizony Pászka. Hát a második fél időig a Besiktasé és Dibuszé. Tokmak. Felrúgják a szabadrugás. És a sárga lap is bizony. Teljesen jogosan Rozier-nek. Lejön a pályáról Larin. És cserélni fog Csercseszov is majd. Érkezik Vécsei Bálint helyére Besics. Úgyhogy változtatás a középpályán is. Pászka szabadrugással. Szemi Mahé.
Szemi Mája, jó labda, Tokmak fordul le jól. Tokmak mehet el, Tokmak zicserben, és gól! 2-2. Tokmak kiegyenlít a 64. percben, egy helyzet elég volt a második fél időben. Egyenlít a Ferencváros, és egyenlít Tokmak. 2-2. Most már azért jobban örülünk a döntetlennek, mint 1-1-nél. Itt Szemi Mája, ő adja a gól, passz, Tokmak jól megy, és hasonló gólt lő, mint el Áli. Szinte ugyanolyat. Hát, illetve hát, ami ugye második gólja volt Delálinak természetesen. Hutchinson is lejön a pályáról, úgyhogy most már kanadaiak nélkül folytatja a Besiktás. Jajic. Ali. Enkudu érkezik majd a pályára, ő Larint váltja. Ő váltotta Larint. És ugye, mint mondtam, Jajic a folytatásban még Botka. Meg voltak a csörék, ezeket elkönyveltük, és elkönyveltük azt is, hogy 2-2 a mérkőzés állása. Jácsin, ellövi Dubuszérre. Nem volt erős a lövés, de nagyon sarokra ment. Ott azért résen kellett lennie a Dubusznak. Melyik? Vingó, az jó neki? Jó, bizony. Vingó. Esziti. Zakariassen. Jó labda, Boli. Boli oldalra, Pászka jön meg. Pászka még, be középre, Boli, tovább, Besics, ott a lehetőség, vagy ott volt a lehetőség, de sajnos Esitinek hosszú volt a labda, Szemi Mája csúsztat, marad a labda még a Besiktásnál, Özjekup, Montero, 2-2-es meccsállásnál, Jácsin, oldalra teszi Delali, meg begyújtja a rakétákat, Aligol helyzetben, Dubusz véd óriásit, megint kellett a bravúr tőle. Ugye a második fél időben oly sokszor, most sokat tesz a Besiktas a győzelemért. Nagyon a duplázó Dele Alli is a pályáról. És jöhet befelé a szöglet. Maé kifejelte, ott van Rozier. Rozier lő Dubusz. Én nagy védés. Fingo. Te is érre. Eddig, aki érkezett Dele Alli helyett. Maé. Fingo. Kudu rajta, Vingó azonban. Elmegy Marquinhos mellett is. Marquinhos be tudja mozogni, Vingó egyedül. Most a beadás, lehúzza a kapus. Destanoglu-é a labda. Montero, Yilmaz. Jajic. Jajic eladja, Esiti. Az jó lehet, Boli. Leteszi Vingó. Vingó oldalra, Marquinhos. Mehet ezzel most, Marquinhos. Gól helyzetben, Marquinhos vissza, ott van Boli, Boli lövi el, Destanoglu. Hát itt volt a meccslabda Fradi előtt is a győzelemhez. Montero. Özjakup. Enkudu. Még az elmúlt két szezonban egyaránt elbukta a Ferencváros az odavágókat az E-bajnokok ligájában, a Feyenoord és a Dinamo Kijev ellen, úgyhogy ez a 2-2 tényleg nem olyan rossz a Besiktas ellen. Ha az marad, Dubusznak kell közben kiütni a labdát, de azt hiszem, hogy itt már az eredmény nem fog változni. Igaz, nem akarom elkiabálni, még van hátra egy perc. Teixeira. És a Besiktasnál a labda lesz is, beadás, ez kifejeli Esiti. Zakariassen, itt a vége. Besiktas-Ferencváros 2-2, minden jövő héten fog majd eldőlni.